tehát egy alapvető hiba, amit ugye elkövetnek az emberek a mai világban, az, hogy régen ugye az ember, amikor egyszer nagy nehezen sikerült disznót vágjon, akkor annak megette minden egyes porcikáját felhasználván, megette, elfogyasztotta azt, nem dobott ki semmit, mert nem volt rá lehetősége, hogy újat vegyen. A mai világban viszont egyfajta nagyipari vállalatok felvásárolják akár gumicukor, például a bőrt, meg az ilyeneket, vagy a gerincet, csontokat, ilyesmiket, például a gumicukor gyártására, és a többi, ez csak egy példa volt. Vagy más okokból, egyszerűen kényelmi okokból, mert finomabb csak mondjuk a kalajt megvenni, tehát az emberek nagyon-nagyon kevés részét fogyasszák már elő a disznónak. Hogyha azt veszük, a disznónak, a marhának és bármilyen állatnak, vagy madárnak, vagy bárminek, tehát állati eredetű táplálékot. Úgyhogy ha rárajzolnánk, hogy mondjuk mi az, ami elfogyott a régi időkből az állatból, ugye akkor az egész, mondjuk elképzeljük ugye a disznónak a felosztását, hogy karaj, felsár, mit tudom én, és így tovább, és akkor bepirosolnánk azt a részt, ami ugye elfogyott régen, akkor az egész disznó piros lenne, a zorra hegyétől a farka végéig, ahogy mondani szokás, de a mai világban a statisztikailag, tehát a konkrét elfogyasztott disznó táplálék, vagy akármilyen ilyen táplálék, hogyha azt rajzolnánk fel, akkor bizony nagyon-nagyon-nagyon nagy terület maradna fehéren, satírozatlanul, és csak egy néhány rész maradna pirosan. Nyilvánvaló, annak idején az emberek túlélését azok az anyagok szabatolták, amelyek az összes részben benne voltak, tehát ha mi csak egy részét fogyasztjuk el, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ugye szarad lesz az életünk, mert egy csomó minden hiányozni fog belőle, nem hogy egy csomó minden, hanem igazából szinte minden hiányozni fog belőle, és csak egy nagyon kevés vékony réteg lesz, amihez hozzájutunk. Ugyanígy van a tejfeldolgozás miatt is, tehát, és ugye miért egészségesek szintén ugye a falusiak, mert ők nem feldolgozott termékeket és szelektált, kiszelektált, kiválogatott termékeket fogyasztanak, hanem a saját udvarukban ugyanúgy a teljes mértékben és frissen fogyasztott ételeket fogyasztják, feldolgozott és akármit fogyasztják, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden, ami most bejött a 20. századdal, az amiatt vannak a népbetegségek. Ez egyik dolog, és nem ezt akartam egyébként mondani, ez csak úgy közül bejött, úgyhogy a következő fájlban lesz a következő.